Aggodalomra ad okot az újságírókkal szembeni erőszak és megfélemlítés növekedése, jelentette ki az Európa Tanács a Sajtószabadság Világnapja alkalmából közzétett jelentésében. Kalimpo Pészkutari Csánó a társadalom kedves őrültjeinek nevezte a sajtó munkatársait. Az Active Watch vezetője híradónknak azt mondta, Romániában az újságíróknak nem az élete forog veszélyben, egyszerűbb megvásárolni őket. Jelentést tett közzé a sajtószabadság európai helyzetéről a Strasbourgi székhelyű 47 tagállamot számláló Európa Tanács a sajtószabadság napjára, amelyről ma, május 3-án emlékeznek meg világszerte. A dokumentum szerint aggodalomra ad okot a szóbeli támadások és a korlátozó jogszabályok növekvő száma, emellett felhívták a figyelmet a hamis hírek terjedésének veszélyeire is. A jelentés szerint a túlzott koncentráció vagy a kormányzattal való együttműködés fokozódása miatt gyakran fennáll a média sokszínűségének hosszú távú fenyegetettsége. Kalimpo Pészkutari Csánó ALDE elnök szintén üzenetet fogalmazott meg az újságírók felé, szerinte szabad sajtó nélkül elképzelhetetlen lenne a világ. Azt kívánom nektek, hogy maradjatok továbbra is a társadalom kedves őrültjei. Idegesítőek vagytok, bosszantóak vagytok, de ti vagytok a demokrácia utolsó bástyái. Pótolhatatlanok vagytok, és nagy szükségünk van rátok. A bukaresti székhelyű Active Watch emberjogvédő és sajtófigyelő szervezet hétfőre ígért jelentést a sajtószabadság romániai helyzetéről. Ennek tartalmáról Mircea Tomá elnök osztott meg néhány elemet híradónknak. Szerinte Romániában az újságíróknak nem az élete forog veszélyben, egyszerűbb megvásárolni őket. Ön Románia? Ami sokkal láthatóbbá vált Romániában ebben az évben, az az, hogy egyes médiaorgánumok politikai elhajlása arra a szintre jutott, hogy az újságírói és a politikusi pálya közötti határ teljesen elmosódott. Ennek következtében már vannak olyan újságírók, akik húzó embereké váltak a politikai kampányban. Az ENSZ közgyűlése 1993-ban nyilvánította május 3-át a sajtószabadság nemzetközi napjává. Célja felhívni a figyelmet a szabad véleménynyilvánítás egyetemes jogára. Ennek ellenére az utóbbi években világszinten romlik a sajtószabadság helyzete, csupán a világ államainak 24%-ában lehet jónak minősíteni. 2018-ban 80 újságírót öltek meg hivatásuk teljesítéséhez köthetően, másokat börtönbe zártak. Mindennapos az agresszív vagy finomabb nyomásgyakorlás, még az olyan, mint a demokráciákban is, mint az Amerikai Egyesült Államok.